Tőzsdi és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Hát most nagyon gyorsan telefon végre kaptad Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezetőt, de hát ő meg gyorsan reagál. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Ő mindig nagyon gyorsan reagál. Hát pörög a biznisz, itt nincs idő vacakolni, lacafacázni. Igen, de nekünk priónk van, elsőbségi. Ha mi hívjuk, akkor nulla másodpercen belül fölveszi nekünk, és ezt tökre értékeljük. Köszönjük, Szilárd! Abszolút, így van, meg hát ugye a hosszú évek sportolása jó reflexet épített ki az emberbe. Igen. Na, és miről tudsz nekünk beszámolni? Hát elég vegyes képről tudok beszámolni. Alapvetően a Bux Index emelkedik így ma reggel 0,6%-kal, 43.617 ponton van most az értéke, de ez elsősorban az OTP szárnyalásának köszönhető, amely 2,5%-kal elég meglepő módon tovább szárnyalta. Számunkra nem meglepő módon, erről beszéltünk. Így van, hallottam, beszéltetek róla, és teljes mértékben egyet tudok érteni vele egyébként. Én is azt látom, hogy nagyon alulárazott volt, és elég sok olyan tényező jött most így az elmúlt időszakban, ami segítheti, és hát valóban az egyik fontos tényezőnek még azt érzem, hogy ugye ő még előtte áll a gyors jelentésnek, és itt is van egy optimista várakozás, úgyhogy mikor is jön valamikor jövő hét közepén, ugye? Csütörtök. Aha. Úgyhogy 8828 most a részvényár szépen teljesít, ugyanakkor a MOL annak ellenére, hogy említettétek, egy elég jó eredményt hozott, de igazából nem volt meglepően jó, tehát a várakozásokhoz képest azért minimális mértékben elmaradt egyszerűen. Ha ezt találtuk meg reggel, vagy nem találtuk meg reggel, igen, hogy oké, hogy kétszeres meg háromszoros bizonyos sorokon, de hogy mit várt a piac? Aha. Igen, tehát egy brutális számok valóban, de nem volt meglepően jó, és ugyan pozitívba kezdte a napot, tehát volt egy időszak, ameddig még úgy tűnt, hogy ennek ellenére a befektetők örülnek, de aztán egyszer csak egy olyan negyed óra, 20 perc után elkezdték beadni. Lehet, hogy itt is megindul egy profit realizálás, mert azért az elmúlt pár nap alapján egyértelmű volt a pozitív mozgás itt is a MOL-nál, ráadásul ugye itt a 3000 forint az biztos, hogy egy fontos lélektani és technikai szint is egyben, ugye ezt egy tegnap átléptük, egy kicsit ma reggel határozottan fölöttek kezdte a napot, hiszem 3040 volt, 3030 a csúcs, most 2988, ez most 0,4%-os csökkenést jelent, de nagy a forgalom, úgyhogy egyelőre még azért itt adják, veszik, lehet még izgalom a mai nap mindenképpen a MOL-ban, azt gondolom. Uh-huh, oké, akkor már nézzük a másik két blue chipet is. A Richter most pont a tegnapi záróáron mozog, ez 8300 forintot jelent, itt is voltunk már pluszba is, mínuszba is, egyelőre iránykeresés inkább, ami most jellemzi a Richtert, ugye itt is túl vagyunk már egy jó gyors jelentésen, utána egy picit beadták, ott is inkább profit realizálást éreztem, most szerintem még keresi az irányt. A Magyar Telekom viszont elég jól indította a pénteket, itt közel 1%-os az emelkedés, 311 forinton van most a részvényárfolyam. Oké. Na és a forint bírja a további emelkedést? Forint bírja és hasít és minden fontos szintet átvisz egyelőre. Úgy tűnik, ugye tegnap ott ragadtunk le, hogy 395 az az érték, amivel próbálkozik, de igazából akkor még nem tudott átlépni rajta, most ez is sikerült, 393.60-nál jártunk már ma reggel, most egy picit visszapattan, most 394-nél vagyunk, de úgy tűnik, hogy megléptük a 95 áttörését is. Ez egyébként szerintem fontos momentum volt az, hogy tegnap a Csei egy bank a várakozásokkal ellentétben nem emelt kamatot, ugye maradtak a 7%-on, így most azért már a mi 10-70-ünk elég komoly kamat előnyt jelent így a régiós összevetésben is, úgyhogy úgy tűnik, hogy egyelőre a forint tekintetében megmaradt az optimizmus, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ma lesz délután fontos amerikai adat, ami azért mindent
befolyásolhat, de maradhat a lendület a forintban. Mm. Oké, okay. Remek. Jól hangzik. Akkor köszönjük, nézzük, szépen. Hogy mi történik ma. Igazi figyelünk. Optimista pénteki hát, beszámoló volt. Óriási. Köszönjük szépen. Köszönjük. Jó munkát már, aztán jó pihenés. Szép napot mindenkinek. Sziasztok. Boros Szilárd pénzügyi innovációs vezető mondta el nekünk, hogy mi történik a tőzsdéken. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.